A Komjádi úszodában még csak 8 óra múlt, de Gyurta Dániel már a délelőtti edzés végéhez közeleg. Nem csoda, hogy idén is sikert sikerre halmozott. A 200 mell olimpiai aranyérmese világbajnoki és Európa rekorddal nyerte meg a barcelonai VB-t, a rövidpályás világkupák eddigi legjobb idejét produkált a Tokióban, és még mindig nincs vége az évnek. Világklasszisunk a dániai rövidpályás EB előtt is kiváló formában van. Nyári világbajnokság óta voltak éppen tudtam tartani azt a formát, amit ott megszereztem, és mindenképpen bizakodva várom ezt az EB-t. Itt az elmúlt héten az edzések is egyre jobban kezdenek menni, pláne azok a nagyira múlszások, amik ilyenkor nagyon kellenek, úgyhogy nagyon várom az EB-t. Természetesen Dani még mindig úgy érzi, hogy van mincs iszolnia. A mellúszó technikának van egy olyan sajátossága, hogy minél nagyobb az iram, azért annál nehezebb tartani azt a jó technikát, ami a sebesség növekedésével jár. Úgyhogy voltak éppen ezeket a dolgokat próbáljuk javítani, csinálni, figyelni ezekre, hogy minél jobban menjenek. De úgy gondolom, hogy tényleg meg tudom őket csinálni, és az utóbbi egy hétben sikerült elkapni egy olyan ritmust, ami szerintem ki fog tartani jövő hét végéig. Gyurta Dániel a már említett tokiói világkupán 63%-ra közelítette meg a 2009-ben Isztambulban elért 2:00:67-es világcsúcsát. Nem tartja kizártnak, hogy Dániában megdönti saját világrekordját. Annyira erős időeredmény, amit ráadásul dresszben úsztam, szuper dresszben, hogy biztos vagyok benne, hogyha azt meg akarom dönteni, akkor nagyon jó napot kell kifognom, és tényleg mindenek tökéletesen kell, hogy sikerüljön. Nem gondolkodom világcsúcsban, azon gondolkodom, hogy szeretném megvédeni a címemet, illetve az előző rövidpályásában én nem indultam, de most azért szeretnék nyerni, és mindenképpen a százon is szeretnék minél jobban, minél előrébb végezni, ez is nagyon komoly célom, úgyhogy igazából még csak helyezésekben gondolkodom. Danita, mindenki győzelmet vár, és ha nem is az időeredményeket vizsgáljuk, azért a győzelem az azért pillanatnyilag reális célnak tűnik. Ezek azok az évek egy mellúszó életében, amikor a legnagyobb teljesítményre képes. Ebben természetesen beletartoznak ezek az évek is, és a következő riói olimpia, meg még ki tudja. Úgyhogy mi bízunk benne, hogy ez a lelkesedés, ez a forma, ez a hozzáállás, ez továbbra is fogja őt jellemezni, mi eddig. Arra törekedtünk, hogy az állóképességét visszahozzuk, hiszen a versenyzés alatt azért nyilvánvalóan ez egy kicsit megkopott. Ezen kívül a rajtokat gyakorolta, a fordulók nagyon jól mennek neki, igazából a rajtok és a táv második felének a gyakorlása folyt az utóbbi időben. A legjobb idővel került az Európai Bajnokság nevezési listájára Dani. Egy kicsit kísérleti jelleg nekünk is, hiszen a világkupákon nyújtott teljesítmény biztató, a jó eredményt várunk. Idén ismét bebizonyosodott, hogy Gyurta Dániel az egyik legmagabiztosabb sportolónk, hiszen elegáns, profi, centiről centire felépített úszással nyerte meg a világbajnoki címet Barcelonában. Mellúszó még soha nem nyert háromszor egymás után VB aranyat. Dani egy fél teszt hosszal vezet, nem fogják tudni utolérni, és még az is lehet, hogy világcsúcs lesz ebből. Gyere Dani, 10 méter van még hátra, és Gyurta Dániel világbajnok! Kocha második és Mátszol a harmadik, bravo Dani! 2:07:23 új világbajnoki csúcs! Nyára sikerült megint egy olyan formát hozni, hogy meg tudtam nyerni a világbajnokságot, és igazából erre vagyok nagyon büszke, hogy az olimpiai címem után meg tudtam nyerni ide a VB-t. Azt gondolom, hogy ez nem sok sportolónak sikerült eddig, hiszen azért az olimpiai győzelem után sokan azért leszoktak állni. Szeretném tartani ezt a formát, amit most már az elmúlt két évben sikerült nagyon jól összeraknom és elkapnom. December 16-án fogunk hazajönni az EB-ről, úgyhogy azért lesz nekem is egy pár napon felkészülni azért az ünnepekre, és hát azért az évnek ez a része mindig azzal telik, hogy tényleg ebben az egész éves nagyhajtásból kicsit kiszakadunk, kicsit kiszakadok, és kicsit a szeretteinkkel, a családunkkal kicsit több időt tudunk eltölteni, mint egyébként, mint amúgy, és kell egy kis megállás, kis lazulás az év végén, hogy új erővel tudjuk elkezdeni a következő évet, és biztos vagyok benne, hogy idén is így lesz.